Ez lesz Kalocsa új óvodája, mely 75 kisgyerek elhelyezésére nyújt majd lehetőséget. A beruházás 538 millió forintos költségvetésből épül. Csak hogy az is közismert már, hogy a tervezéskor alulméretezték az igényt, és egy másik 75 férőhelyes létesítményt is fel kell húzni a férőhelyek kielégítésére. Eközben kiderült, Kalocsa működő óvodáinak épületei közül kettő nem felel meg annak a célnak, amire kialakították őket. Ennek az intézménynek a fűtésrendszere és az elektromos rendszere mondta fel a szolgálatot, itt pedig, ahogy a képek tanúsítják, a beázások következtében életveszélyes helyzet alakult ki. Az önkormányzat szembesülve az alultervezett beruházás, valamint a kiköltöztetés problémáival forrásokat próbált találni a helyzet megnyugtató megoldására. 22. januárban ide már költözhetnek be a gyerekek, illetve a plusz 75 fős óvoda, ami még igényli a város, azon dolgozunk, azon munkálkodunk, hogy annak a forrását megtaláljuk. Az egy 5-600 millió forint, nagyon-nagyon nehéz azt előteremtenünk, úgyhogy így állunk most. Nagyon sajnálatos, hogy az elmúlt években így leromlott ez a két óvodának az állapota, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Megértést nem várok azoktól a családoktól, akiknek át kell élnie ezeket a nehézségeket, mondta Fülvik Géza polgármester. A város kiemelten kezeli a problémát, és minden eszközzel azon lesz, hogy mielőbb megoldódjon a kalocsai óvodások elhelyezésének problémája, tette hozzá a város polgármestere.